sziasztok! Megkaptam a Hikmikro Stellar 3.0-ás céltárcsövet egy pár napra. Kipróbálni, tegnap kivittem magammal vadászni, fegyvere nem volt felrakva, mint kereső használtam, sikerült felvennem vele pár őzett rókát, azt a videó végében majd be fogom rakni, és akkor meg tudjátok nézni, milyen képet ad. Ami most nálam van, az az SQ50-es, és a lencséjében van beépítve a távolságmérő, de mindjárt megmutatom, hogy hogy is néz ki. Hozzá fogom hasonlítani a 1.0-as Stellar SH50-hez, és akkor látjátok, hogy mi változott. Első szembetűnő változás az a töltésnél vehető észre. Ugye a 1.0-nál itt oldalt le kellett tekerni ezt a védőkupakot, és itt lehetett a C-s töltővel tölteni. A 3.0-nál ez átkerült ide oldalra. Ezt a kis műanyagot, kupakot ki kell hajtani, és ott lehet tölteni. Nagyon szuperül zár, úgyhogy biztos, hogy a víz nem fog tudni belemenni oda. Akkor a másik szembetűnő dolog, ugye az 1.0-nál ide került fölülre bele az elem, ez az újnál átkerült oldalra, és amíg az 1-esnél ugye ezt a régi CS123-as elemet lehetett használni, az újban pedig megkapta a Hikmikrónak a 18650-es akkumulátorát, amit ide oldalra kell belehelyezni. Tegnap használtam, körülbelül olyan 3 órán keresztül tudtam használni a külső akkumulátorral, mint kereső távcsövet, úgyhogy elég jól bírja. Míg ezzel a régi elemmel mondjuk 20 percet tudtunk hosszabbítani a vadászaton. A másik szembetűnő változás, hogy a réginek a menü gombja és a nagyítás gombja átkerült innen a bal oldalról az újba, a 3.0-ba ide fölülre. Tehát ez lett az új menü gomb. A másik, hogy a régin az 1.0-nál itt ezzel a jobb oldali gombbal lehetett váltani a színpalettát, most a felső menü gombot kell röviden megnyomni, és úgy tudjátok változtatni a színpalettát. Kapott azt hiszem 5 szín verzió van benne, zölden is lehet hagyni a kijelzőt, akkor ilyen, nem is tudom, mint kicsit ilyen sárgásan, ami nagyon tetszett nekem, úgyhogy szemkímélő az egész, de az nekem a zöld tetszik a legjobban. Az SQ35, SQ50, SX60-as széria megkapta a lencsében a beépített távolságmérőt. Míg az SH termékcsalád, ugye a 35-ös és az 50-es, azok úgy fognak kinézni, mint az Alpex 4K, annak a távmérője ugye itt lesz fönt az objektívnek a tetején, ott fog ugye kiállni. Egyedül az SH35-ös lehet majd kapni távolságmérő nélkül, legalábbis én úgy tudom. Amikor megnyomjuk a bekapcsoló gombot, körülbelül olyan, hát azt mondom, hogy 2-3 másodperccel előbb áll fel a rendszer a 3.0-ával, szinte pillanatok alatt, tehát megnyomom a bekapcsoló gombot, azonnal bejön a kép, és egy 3 másodperc múlva meg már látom az egész menürendszert. A kijelző is más, a 3.0-ban sokkal nagyobb, ezáltal amikor beletekintünk, egy ovális képet kapunk, míg az 1.0-ban egy téglalap kijelzőt láttunk.
külső gombok a 3.0-án, ugye itt van a bekapcsoló gomb, itt kapcsoljuk ugye a standby módba is, bal oldalon a videó és fénykép kapcsoló gomb, és itt pedig jobb oldalt, hogyha hosszan lenyomjuk, akkor kalibrál, hogyha röviden megnyomjuk, akkor pedig távolságot mér, és ugye ez lett nekünk a menü állító. Ezzel állítjuk a nagyítást is, tehát ebben a 3.0-ban már nem tizedeket állítunk, mint ugye az elsőben, hanem ugye 3,6-os az alap nagyítása, és amint elkezdjük ezt tekerni, akkor egyesével lépked föl, tehát 4,6, 5,6, 6,6, tehát nagyon jó, nekem nagyon tetszik ez a nagyítási mód. Ugyanúgy, mint a 2.0-ban, ugye 3.0-ban is benne van a Zoom Pro, tehát amikor ránagyítunk az állatra, vagy a célpontra, vagy bármire, amit akarunk, tehát nem fog széjjelesni annyira a kép, mint nélküle, tehát szoftveresen kisimítják a képet, nagyon, nagyon szép képet fogunk látni. Tegnap csináltam pár videót egy rókáról, 230 méterről, nagyítás után is gyönyörű szép képe volt. Beszéljünk egy pár szót, hogy mi változott a technikában belül. Ugye a régi, az 1.0-ások, azok 30 MK-sak voltak, érzékenységűek. Ugye a 2.0 már megkapta a 20-ast, és a 3.0, ezen belül az SH és az SQ típusok, ezek megkapták az MK15-ös szenzorokat. Van még egy kicsi apró újdonság, amit meg lehet említeni, még az 1.0-nak ugye egy kicsit zajos a rendsevédő kupakja, amikor kinyitjuk, és amikor visszacsukjuk, pattan egyet, addig a 3.0-nál szinte hangtalan.